Az, hogy mi evangélikusok Erősvár a mi Istenünkkel, vagy rövidítve Erősvár köszöntéssel lépünk egymáshoz, valahol az önazonosságunkat, az identitásunkat jelenti. Természetesen, amikor felébredek és a gyerekeimet reggelihez hívom, akkor nem azt mondom, hogy Erősvár a mi Isten, hogy gyertek reggelizni. Előfordul legváratlanabb helyzetekben, hogy utcán megszólítanak, vagy boltban rám szól valaki, hogy Erősvár a mi Istenünk. Ez azt jelenti, hogy mi összetartozunk. Luther egy családi címert hozott létre. Ebben egyszerre benne van a szív, ami az elköteleződést, az érzelmet jelenti, de benne van a kereszt, ami a Krisztusnak a jelenlétét jelöli, és benne vannak a rózsának a szirmai, ami a kinyílást, az életet jelképezi, és körülötte pedig az az aranygyűrű, ami a teljességet jelképezi. Minden felekezetnek megvan a maga viselete. Nekünk lelkészeknek az istentiszteleti viseletünk az úgynevezett Luther kabát. Ennek az az eredete, hogy Luther, amikor a katolikus egyház volt szíves őt kiátkozni, nem viselhette már attól kezdve a miseruháját, hanem az egyetemi tanároknak a tógaszerű öltözetét hordta istentiszteleteken is, és ez egy ilyen ünnepélyesebb, de mégis nagyon egyszerű forma. Ez egy olyan a Budapesti Labdarúgó Szövetség, a BLASZ negyedik ligájában indult csapat, amelyik már az első évben megnyerte a bajnokságot, és a BLASZ 4-ből a BLASZ 3-ba jutott. Élmény volt látni, hogy mennyire komolyan veszik, nem csak azt, hogy focizni akarnak, hanem hogy ezáltal a barátságot is ápolják egymással, de még mindig hozzátették és hozzáteszik azóta is, hogy számukra ez küldetés, hogy az egyházról akár a foci meccseken is tanúskodjanak. Kiabáljuk, hogy hajrá Erősvár, akkor sokan megkérdezik az ellenféltől, vagy a többi nézőtől, hogy milyen csapat ez, mi az, hogy Erősvár, és akkor már el lehet mondani, hogy ez egy evangélikus csapat. A keresztény fiatal az benne él a világban, ugyanakkor a világban is meg tudja őrizni a kereszténységét. Conservando et renovando, hogy valamit meg kell őrizni és meg kell újítani. Ez a kettő összetartozik, egyensúlyt kell tartani. Éppen ezért itt az Üllői Székházban is nagyon fontos ez a Podmaniszki Degenfeld könyvtár. Az volt az ő döntésük, mivel gyermekük nem volt, hogy az evangélikus egyházra hagyják ezt a nagy gyűjteményt, 28-30 ezer kötet. Megőriztük azt a berendezést és ezt a könyvtárat, még a háborús körülmények között is, úgy, ahogyan az eredetileg volt. És ma is az épület egyik ékessége, ha híres vendégeket fogadunk, néha még államfőket is, akkor őket ott ültetjük le, és ott szoktuk megmutatni a levéltárnak legnagyobb kincsét, Luther Márton saját kezűleg írott végrendeletét. Megőriztük az egyház tulajdonában, jól lehet voltak a II. Világháború alatt kísértések, hitleri Németország szerette volna megkapni ezt a végrendeletet, akár pénzért, akár a Führernek szánt ajándékként, de nagyon határozottan ellenállt az akkori magyar evangélikus egyházvezetés, és így megmaradt ez a kincs itt az evangélikus levéltárban, és annak egy digitális változatát pedig az Evangélikus Múzeumban tudjuk megmutatni. Másik épületrész, az Eszterházy Péter és Gitta könyvtár, ahol pedig valahol a mostani egyházunknak a nyitottságát tudjuk kifejezni a mai kultúra irányába. Ha valaki akarja kutatni, hogy hogyan dolgozta föl Eszterházy a szakirodalmat, akkor meg tudja nézni akár a saját bejegyzéseivel, széljegyzeteivel ezeket a könyveket. Fontosnak érzem, hogy ez a könyvesbolt az utcára nyílik, és bárki betérhet. Nagyon sok egyetem van itt a közelben, és az egyetemisták, ha itt eljönnek, akkor talán vásárolni szeretnének, vagy talán csak le akarnak ülni, egy kicsit beszélgetni, uram, bocsán, még egy kávét is meg tudnak inni, vagy valami ajándéktárgyat tudnak venni, ez mind hozzátartozik ehhez az imidzshez. És ez is az evangélikus egyháznak az egyik ismérve, hogy nyitottak vagyunk kifelé az utcára, kifelé a társadalomra, kifelé az érdeklődők irányába, és bejöhetnek hozzá. Tehát hívogató ez a könyvesbolt. Nagyon fontos, hogy megbecsüljük Bach zenéjét, de azért szeretnénk a fiatalokat is elérni. Még van az evangélikus egyházban akár ilyen punk stílusban megszólaló zenekar is.
egy próbaterem is lehetőséget kínál arra, hogy zenekarokat gyakoroljanak, akár hangfelvétel készüljön. Megkeresett engem Rihli Zsolt, több nemzedék a kockásfülű nyúlról is ismerheti, és azt mondta nekem, hogy Tamás, én nagyon szeretnék készíteni egy rajzfilmet Luther Mártonról, szövegkönyvet Laszki János írhatná meg. Mikor urunk és mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. A Deák téri evangélikus templomban vagyunk, az ország templomának is szokták nevezni. Egy katolikus városban csak úgy engedték az evangélikus templom megépítését, hogy a városfalakon kívül kellett, hogy legyen. Akkor a városközpont még a Dunához közel volt, és ez a mostani terület, ami pedig most már a város szíve, akkor még a városfalakon kívül volt. Én úgy tekintem ezt, mint Istennek a tréfáját, vagy humorát, hogy akkor nem engedte az evangélikusokat be a város a központba, és most íme a legfrekventáltabb helyen vagyunk. Úgy is hívjuk ezt a helyet, hogy Insula Luterana, evangélikus sziget, hiszen a templom mellett ott van a parókia mellett a Huszárgál könyvesbolt, a Huszárgál könyvesbolt mellett ott van az evangélikus gimnázium, és a kettő között pedig az evangélikus országos múzeum. A templom homlokzatán emléktáblák örökítik meg azt, hogy egyebek mellett ide járt iskolába Petőfi Sándor, aki persze sok evangélikus iskolába járt, mert sok felől kidobták őt, hiszen eléggé rakonszátlan diák volt. Legalább olyan fontos, hogy Kossuth Lajos, aki ugyancsak evangélikus volt, szabad elvű evangélikus, a két fiát, Tivadart és Ferencet itt kereszteltette meg ebben a templomban. Itt ez a keresztelő kő, keresztelő medence állít ennek emléket. A nagypesti árvíz idején, 1838-ban ide a templomba menekültek a környéken lakók közül nagyon sokan. Egyebek mellett a nem messze levő Dohány utcai zsinagóga környékéről, a zsidó negyedből is. Egy kicsit magasabban van tudnilik a Deák téri templom a környező utcáknál. A múzeumban egy nagyon szép úgynevezett árvízi kehely őrzi ennek emlékét. A zsidó hitközség megköszönte az evangéliusoknak a befogadtatást, és ezzel a szép kehellyel örökítették meg ezt a nagyon szép gesztust. Bach nem egyszerűen csak az ötödik evangélista, ahogy szoktuk mondani, hanem az evangélikus egyháznak is egy mondjuk így kultikus figurája, és Bach zenét megszólaltatni, vagyis barokk zenét megszólaltatni itt a Deák téri templomban természetes. A munkásőrségnek volt itt egy ruhalerakata. Édesapám volt akkor a teológia egyháztörténész professzora, és neki volt egy nagy álma, hogy az evangélikus múzeum itt a központban, az Insula Luteránán megvalósuljon. Mindenki kinevette, hogy ez lehetetlen, hiszen itt a munkásőrség lakozik, és mégiscsak megtörtént a csoda, hogy ők innen aztán kivonultak, és 1979-ben sikerült úgy kialakítani ezt az épületrészt, hogy az akkori körülmények között még egyszerűbben, nem olyan digitális formában, mint ma, de létrejött az evangélikus múzeum. A nyüzsgés itt, és nem csak megnézni lehet a tárgyakat, hanem mint egy mai jó múzeumban meg is lehet érinteni, játékokat lehet kirakni, és mindenféle vizualitás, illetve hangzás is rendelkezésre áll. Ezt a kis hangszert is úgy alakították ki, hogy a külső forma az egy régi orgona, de valójában ez egy digitális eszköz, amin ha megnyomunk különböző gombokat, akkor megfelelő intonálásban Bach zenéje, vagy éppen modern egyházzene szólal meg. Az egyik sarokban pedig egy 1944-es bunker van berendezve, annak emlékére, hogy itt volt az óvóhely, és hogy milyen módon mentették itt a rászoruló, bajba jutott embereket, egyebek mellett az evangélikus egyháznak a lelkészei is. Ha csak a múltba menekülnénk, és még olyan értékes dolgokat akarnánk megőrizni, akkor nem tudnánk elégíteni a világ felé. Ha viszont csak a világias voltunkat és a modernitást képviselnénk, akkor lehet, hogy elveszítenénk a gyökereinket. Tehát fontos ez a kettő, a reformációi, sőt már a biblikus örökség megtartása, továbbadása, ápolása, és a nyitás a világ felé a megújulás jegyében. Az egyház, az evangélikus egyház ezt a kettőt egyszerre kell, hogy képviseljen.